Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit tréningen. Ma ugye még mindig az esetről fogunk beszélni, ami egy izoszpinből és egy rockterből áll, egy izofort 500-ból. Tesztek lesznek. Cím szerint a kiegészítő tesztek, de aztán gondolkoztam rajta, és úgy gondoltam, hogy hát itt a kiegészítő, nem csak a kiegészítő tesztekről kéne beszélnem, hanem beszélnem kéne gyakorlatilag az egyéb tesztekről is, mert a múltkor azok fölött csak átsiklottunk. Izuscreen 100-asban és az 500-asban levő tesztekről is beszélnék egy kicsit. Aztán, amikor elkezdtem átgondolni, hogy, milyen struktúrával beszéljünk ezekről a tesztekről, akkor rájöttem, hogy ha csak úgy belevágunk a közepébe, és gyorsan ledarálom azt, hogy melyik tesznek, mi a jelentősége, nagyjából hogy kell használni, ha használjuk, vagy ha valaki rosszul használja, akkor esetleg ezen tud segíteni. Azt, hogy most megbeszéljük. Hogyha bárkinek kérdése van, közben lehet nyugodtan várni. Nagyrészt a számítógép előtt fogok ülni. Bár ez most nem látszik, mert ugye a proktert látjátok a kameraképen, illetve a PowerPoint diát nagyba, hát már hogyha azt választottátok, de itt ülök úgy, hogy akár írni is lehet, az írás nem garantálom, hogy egyből észreveszem, minden jól megy, akkor előbb-utóbb fel fog tűnni itt a sok ráfigyelni valóban. Ugye amikor a tesztekről beszélünk, akkor kezdhetnénk onnan, hogy a tesztek hogy épülnek föl. Mindenki arra gondol, amit megtanultunk az iskolában, ugye egy teszt az mondjuk nagyjából egy Schnellerre, ha gondolunk, ez volt a minta példa, akkor az egy szögperc jel, egy szögperc szünet, egy szögpercre, akár hogy ez kicsit láthatóbb legyen. Inkább ezt le is rajzolom. Az iskolában azt tanultuk, sziasztok, hogy rajzolom, van egy optotűk, akkor azt úgy kell elkészíteni, hogy egy szögperc alatt látszódjon maga a jel része, hevenyészet kiszínezem, utána egy szögperc szünet, utána egy szögperc jel, utána egy szögperc szünet, utána egy szögperc jel. És hogyha ezt páciens élesen látja, akkor azt mondjuk, hogy teljes a látójelessége, egyes a vízusa. Teljes látóélesség az nem felel meg a 100%-os látóélességnek, ugyanis az egyénenként változik. Tehát a teljes látóélesség az, amit mi általánosan elfogadtunk arra, hogy akinek a szeme ezt a teljesítményt, vagy a látórendszer ezt a teljesítményt tudja, az tökéletesen lát. De lehet még a tökéletesnél jobban is látni, sőt egyre nagyobb igény van rá. Ugye egyre komolyabb digitális technológiával rendelkezünk, egyre komolyabb képernyő felbontásokat hoznak létre, és itt már tényleg olyan kis finom betűméreteket is be lehet állítani, és szükség lehet arra, hogy akár az egyes vízusnál jobban is lássunk. Amikor a Fece tartott itt binokuláris látás tréninget Hajdanában, akkor ő mindig elmondta, hogy csináltak egy kutatást a Lacival, és ugye az jött ki, hogy azért az embereknek általában nem egyes a látóélessége. Persze van, akinek az egyes sem éri el, de azért általában ennél jobban ki lehet korrigálni a pácienseket. Igen ám, de a digitális vízus táblában, vagy akár a kettesi táblában sem Schnellernek vannak, hanem betűk, számok, ugye vannak a colt jelek, és ezek kapcsán felmerül az, hogy így nem látlak titeket, jól fölveszem ezt. Hát felmerül az, hogy a
láthatóság, az észlelhetőség és a felismerhetőség az ugyanem ugyanaz. Tehát az idegrendszerünk az nem úgy működik, hogy azt ismeri föl csak, amit látja, hanem a különböző látás ingerekből ő tapasztalati úton állítja elő a képeket. Ezt, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt lehetne mondani, hogy amit gyakran látunk, azt könnyebben felismerjük. Ennek a másik végelete az, akit sose láttunk, azt nem ismerjük föl, hiába látjuk. Tehát, hogyha egy eltérő kultúrából idehoznánk egy lakatlan szigetről egy embert, és azt mondanánk neki, hogy rajzoltam egy A betűt, mit látsz, akkor ő azt mondaná, hogy hát ilyen háztető, vagy hát valamit, amit az ő környezetében erre hasonlít, de aki nem tudott olvasni, az nem ismerné föl azt, hogy azok milyen betű. Ugye erre figyelni kell akkor, amikor kevésbé kommunikatív, vagy kevésbé, hát azt mondtam majdnem, hogy intelligens, de ez nem is intelligencia kérdése, hanem tényleg a környezeti hatásoknak van nagy szerepe benne. Ezt nekünk föl kell ismerni, hogy kinek milyen optotípeket lehet vetíteni. És akkor gondoltam, hogy beszélünk arról, hogy most ennek milyen jelentősége van, de aztán rájöttem, hogy ha kiegészítő tesztekről szeretnék beszélni, akkor előtte hiába beszélek az egyszerű, normál refrakció során végzett tesztekről, bocsánat, itt még jöttek egy páran késve, hiába beszélek a egyszerű monokuláris vizsgálatnak a tesztjéről, vagy binokuláris vizsgálatnak a tesztjéről, mert van ezelőtt is, amiről beszélnünk kell, ugyanis most ugye vannak, különleg osztani például a teszteket. Vannak szubjektív tesztek és objektív tesztek. Az objektív tesztek azok, amik nem igénylik a páciensnek a közreműködését. Hát objektív tesztet most hirtelen, ami így a látást vizsgálja, és nem refrakció, azt valaki tud mondani, akkor tegye fel a kezét. Nekem most például a fiziológiás nisztagmust ezt, na, csak eszembe jutott egy. Ugye a fiziológiás nisztagmust ezt, amikor egy ilyen függőleges vonalakból álló kis henger pörgetünk a páciens szeme közül, és akkor ez szemtekerezgést okoz nála. Például a különböző látássérülteket azt ezzel a teszttel szokták vizsgálni, hogy kamuzik-e, hogy nem lát, vagy tényleg nem lát, mert ugye nyissa ki a szemét, nézzen előre, oly, nem látok semmit, megpörgetem, elkezd rezegni a szeme, akkor igazából látnia kell, mert ez a teljes idegrendszeren keresztül működik ez a teszt. Aztán vannak különleges tesztek, hát itt az iskolában tanultuk, nem kifejezetten, hogy szemészetből voltak olyan, hogy ultrahang, tehát nem kifejezett, mint a fiziológiás nisztagmus tesztre gondolok, volt a ERG, az elektroretinográfia, ami objektív teszt, illetve volt olyan teszt, ami szubjektív teszt, de egy objektív dolgot próbálunk meg mérni vele, amikor gyakorlatilag szintén egy idegrendszeri teszt is, tehát nem csak egy szemet érintő teszt, ez a CFF, ez a kritikus fúziós frekvencia. Hát ezzel tudja, hogy mindenki, aki volt kórházban gyakorlaton, azzal végeztettek ilyen tesztet, ugye a kis készüléket megfogta a kezébe, villogott rajta a végén a LED, és lehetett állítani azt, hogy milyen frekvenciával villogjon, és azt a pontot keresjük, amikor már nem tudja ezt a villogást megkülönböztetni a páciens, hanem folyamatos fénynek látja alulról felülről, és akkor kijött egy érték. Gyakorlatilag ez is egy ilyen, úgy mondják, retinakortikális teszt, tehát a retinától az idegrendszerig tartóan vizsgálja, a érfelolódásig vizsgálja a teszteket. Amikor beszélünk a látásvizsgálatról,
akkor ugye meg kell említenünk azt is, hogy a látásvizsgálat az talán nem is csak látásvizsgálat, mert valójában nem csak a látást vizsgáljuk, és akkor mindig el kell gondolkodni, hogy mi is az a látás. Tehát most nem arra különbségre gondolok, hogy mi a különbség a látásvizsgálat és a szemvizsgálat között, hogy ugye a szemvizsgálatnál elméletileg arra szoktuk mondani szemvizsgálat, amikor patológiás eltéréseket is keresünk a szembe, vagy mondjuk a szemvizsgálathoz sorolnák egy réslámpás vizsgálatot, tehát egy biomikroszkópos vizsgálatot, hogyha nagyon terminus technikusokban szeretnék fogalmazni, de alapvetően látásvizsgálat alatt a látás élességnek a vizsgálatát értjük. Ugye ezt refrakcionálással tudjuk javítani a fénytörési hibáit a szemnek. Ugyanakkor számos paraméter van még, amit vizsgálnunk kéne ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy valaki jól lát, vagy nem lát jól. Tehát az akutatív hipermetropia az csak egy dolog. A látásélesség vizsgálat mellett van például a látótér vizsgálat. A látótér vizsgálat is egy nem annyira egyszerűen számokkal kifejezhető eredményre jut, mint mondjuk egy látóélesség vizsgálat, ahol határozottan kijön egy vízus, de a látótér az ugye ugyanolyan fontos része a látásunknak, mint az, hogy a centrális látóélesség, meg a látásélességet, azt meg csak centrálisan vizsgáljuk, periférián nem nézzük azt, hogy milyen a látásélessége a páciensnek, hanem a retina szerkezeti felépítéséből következtetünk rá, hogy ez hogy gondolik a periféria fele. De amennyiben a látótérrel probléma van, akkor ez a retina bizonyos területeinek a különböző problémáira utalhat. Általában nem annyira szoktuk vizsgálni, és nem is erre való az eszerű, hogy kontrasztérzékenységet vizsgáljuk, mert erre vannak speciális táblák, de a kontrasztot lehet állítani, és azt azért észre tudjuk venni, hogyha valaki nagyon rosszul reagál a kontraszt csökkenéssel. Már is mondtam, a centrális látóélességünk kívül két dolgot, amit nem vizsgálunk a jogosítványnál, és fontos lenne lehetne, ugye a látótér vizsgálat, meg a kontrasztérzékenység. Akkor vizsgáljuk a látásvizsgálat során a szemfunkciói kapcsán az alkalmazkodó képességet. Az alkalmazkodó képesség az ugye többféle dologhoz tudunk alkalmazkodni. Tudunk alkalmazkodni a távolsághoz, tudunk alkalmazkodni a fényviszonyokhoz, és van olyan, mondjuk a távolsághoz alkalmazkodásnak meg több összetevője is van, és akkor itt a térlátásnak a kialakulásáig el is jutottunk, ami még része lesz a mai csomagnak, de azt nem ígérem, hogy eljutunk a kiegészítő tesztekig, mert pontosabbnak tartom azt, hogy jól föl legyen építve, és mindenki megértse azt, hogy melyik tesztet, hogy kell használni, és miért fontos, hogy használjuk. A vizsgálatnak nem csak azt nevezhetjük, amihez különösen drága eszközök kellenek, bár a mai modern technológia az már nagyon sokat tud segíteni abban, hogy pontosan vizsgálhassunk. Amikor például arról beszélünk, hogy egy szemüveglencsét illeszteni kell, és hogy ott videócentrálót alkalmazunk-e, vagy kézzel is jó eredményt tudunk elérni, akkor én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy a kézzel is jó eredményt tudunk elérni, az, hogyha azt kell, egy szóval a bíróságon azt kell válaszolni, hogy mondjam meg, hogy ez igaz vagy nem igaz, akkor ez nem igaz. Hogyha ezt így lehet fejteni, akkor ez attól függ, hogy milyen szemüveglencsét centrálunk. Nyilván egy fél dioptriás egyfókuszú szemüveglencsénél kézzel is jó eredményt lehet elérni, igen, egyetértek vele. Egy individuális progresszív lencsét, ha rendelek, azt ne rendeljek ilyen kis kézi dörésmérő
Bohóc műszer alapján, ami nagyon jó, hogy van, sok esetben segítség, de ha individuálisan meghatározom a paramétereket, ott nagyon fontos a pontosság. A pontossággal azt értem, hogy egy lencse teljesítő képességét nagy mértékben rontja minden apró pontatlanság. Tehát ha progresszív szemüveget szeretnék illeszteni, vagy egy fókuszú individuális szemüveget szeretnék illeszteni, vagy munkaszemüveget szeretnék illeszteni, akkor tessék videócentrálót használni. Igen, tudom, mindig azt mondják, hogy igen, de ezek drágák, de ez annyira nem igaz. Tehát, hogyha valaki nem a legmodernebb készüléket akarja megvenni 7-8 millió forintért, akkor ettől lejjebb is bőven talál megfelelő megoldást erre a célra, és a legrégebbi készülék is sokkal jobb, mint a Victorin módszer és a Fieldstore. Tehát nem tudunk jó eredményre jutni kézzel feljelölve, tessék videócentrálót használni. Vannak olyan vizsgálatok, amikről még mi se tudjuk, hogy elvégezzük, pedig elvégezzük, mert annyira rutinszerű, vagy annyira magától értetődő, hogy így túlsiklunk rajta. És itt azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy nem elég, ugye van a klasszikus mondás, nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Tehát attól, hogy valaki jól csinál valamit, attól még nem biztos, hogy jól is fog működni az üzlet. Az üzlet, egy optikai szaküzletnek a működése, az kettő oldalról tevődik össze. Van egy szakmai része, és van egy üzleti része, ami magában foglalja a marketinget is. Na most ez a marketing az, ami el tudja mondani a pácienseinknek, meg a leendő pácienseinknek, hogy mi mit is csinálunk. És most elég olyan egyszerű dolgokra gondolkozok, mint amikor ránézünk egy páciensre, és akkor megnézzük azt, hogy pupillának az átmérője az mindkét oldalon azonos-e. Ugye ez, ha nem azonos, ez föltűnik még egy laikusnak is, és észreveszi egy beszélgetés kapcsán adott esetben. Hát nem most, mert most olyan messzire kell nézni, hogy nem látjuk egymást, de gyakorlatilag vagy egy túlzist egyből észrevesz valaki, hogy az egyik oldalon az egyik szemhéj lejjebb áll, mint a másik. Akkor elvégzünk olyan vizsgálatokat, vagy el kéne végeznünk olyan vizsgálatokat, mint a direkt és indirekt pupilla reakcióknak a vizsgálata. És amikor a különböző ilyen kis kiegészítő tesztecskéket végezzük, akkor van egy nagyon fontos rész, amikor a konvergencia és az akkomodáció hatására létrejövő szintén pupillamotoros folyamatokat vizsgáljuk. Ugye ez a pupilla konstrikció vagy pupilla együttműködés, ez egy nagyon fontos visszajelzés, mert ugye ez megint az idegrendszeri kapcsolatokat is vizsgálja, és volt ennek egy szép neve, ezt imádtam, ez a fiziológiás háromkomponensű szkinézis. Ugye ez a fránya hármas agyideg, és nem megyünk anatómiába, nem kell gyorsan kijelentkezni. Ez a ganglion ciliárin keresztül vezérli, hívjuk úgy, hogy vezérli, vagy idegzi be, és akkor szakszerű is voltam, a külső szemizmoknak a nagy részét, a tahelláris meg a külső oldalas vagyenes kivételével, vagy laterális kivételével, valaki ilyen szép szakszavakat akar hallani. De ő idegzi be a ciliáris rendszert is az akkumuláció kapcsán, és ő idegzi be a pupilla szűkítő tágító rendszert is. Ezeket a vizsgálatokat is mind elvégezzük egy látásvizsgálat kapcsán, és gyakorlatilag egy nagyon egyszerű teszt, nézze az ujjamat, az ujjam hegyét,
közelítem az ujjam a pácienshez, látom azt, hogy konvergál, és látom azt, hogy a pupilla szűkül, és hogyha ő azt mondja, hogy ha még hozzáteszem, hogy szóljanak, ami élesen látja, akkor ugye még az alkalmazkodást is le tudom tesztelni, azt, hogy közelre mennyire lát élesen. És akkor most egy huszáros vágással oda jutottunk, hogy a vizsgáló kialakítása az rendkívül fontos minden esetben, ugyanis ha mi tudjuk ezt ezt a törvényszerűséget, az alkalmazkodás, a vergencia és a pupillának az átmérője az hatással van egymásra, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, egy alkalmazkodásmentes szemet szeretnénk vizsgálni. Ha alkalmazkodásmentes szemet szeretnénk vizsgálni, akkor az nem lehet akkomodatív állapotba, vergenciától mentesnek kell lennie, és ebben a harmadik esetben a pupilla átmérője is megfelelő lesz. A pupilla átmérője is már nekünk egy információt adhat arról, mert a miópiás páciensek döntő részénél nagyobb a pupilla átmérője az átlagosnál, csak meg a korrekciót, hogyha elkészítik nekik, akkor ez szépen beszűkül. Ezekhez a tesztekhez tartozik az is, hogyha megfelelő ellátásban szeretnénk a pácienst létesíteni, hogy meghatározunk a korrigálatlan látóélességét. Korrigálatlan látóélesség meghatározása az egyrészt része a későbbi vizsgálati stratégia kialakításának, másrészt egy alapvető jelzőszáma annak, hogyha a korrigálatlan látóélesség felnőtt korban változik, akkor ott valamilyen probléma van, tehát általában felnőtt kor elérésére, hölgyeknél ez kicsit hamarabban, az uraknál kicsit később, a látórendszernek a szemrésze az teljesen kifejlődik, és ott a refrakció az gyakorlatilag betyált, hogy álljon, az már onnan nem nagyon változhat. Hogyha ez változik, a korrigálatlan látóélesség, akkor ott valami egyéb problémát is kell keresni, tehát akkor azt alaposabban ki kell vizsgálni azt a pácienst. A fixációs mozgások tesztelése során mindenki ismeri a takarásos teszteket. Ugye van a power teszt, van az uncover teszt, van a alternáló cover teszt. Egy-két mondatban azt, hogy ezek mire valók. Ugye a cover tesztnél azt nézzük, hogy amikor letakarjuk a szemet, akkor történik-e beigazító mozgás. Gyakorlatilag ez strabizmus elismerésére szolgáló teszt, és még arra is alkalmas, hogy megkülönböztessük a strabizmusnak a különböző formáit, de vannak olyan strabizmusnak vannak olyan fajtái, kancsasságnak vannak olyan fajtái, amik ezzel nem vagy nagyon nehezen ismerhetők föl, vagy nagyon-nagyon nagy gyakorlat kell hozzá, vagy például van, aki nagyítót használ cover teszt közben, hogy jobban lássa a szemnek a mozgásait. És gyakorlatilag még azt is ki lehet szűrni, hogy ez egy születés során bekövetkezett izomproblémának köszönhető strabizmus, amikor ugye mindkét szem azonosan mozog, mindkét tekintési irányban ugyanazt az eredményt kapjuk. Ez az ugye úgynevezett követő vagy komitens kancsalság, ami igazából nem mutat betegségre, hanem egy állapot. Hogyha különböző szögek vannak, vagy inkomitensnak is szokták nevezni,
akkor ott általában valamilyen bénulásos folyamat van a háttérben, valamelyik szemen, valamelyik szemizom nem megfelelően működik, és aztán ennek lehet meg számos problémái, ugye, vagy az ingerületvezetésben, vagy magában az izomban is kereshetünk problémákat. És akkor van, amikor hol ilyen ez az intermitáló, ezeket nagyon szeretjük, az ilyen intermitáló orvokat. A mikrostabizmust megint nagyon szeretjük, mert olyan pici, hogyha szerencsénk van részesre veszünk, és nem okoz nekünk se problémát, meg a páciensnek se általában. És nagyjából a strabizmusokról ennyit, amit el lehet mondani. A strabizmusnak van egy nagyon veszélyes formája, ami ellátatlanság miatt alakul ki. Ezt majdnem kifelejtettem, pedig ez az, amivel megküzdünk nap mint nap, amikor binokuláris vizsgálatot végzünk, vagy ennek a hatásával küzdünk meg minden nap, amikor binokuláris vizsgálatot végzünk. Ez az akkumulatív strabizmus, amikor ugye a túlzott akkumulációs erőfeszítés miatt alakul ki egy pancsalság. Ez már annyira nem szerencsés, és hogyha a páciensnek van is ilyen problémája, de megfelelő ellátást kap, akkor ezt lehet kezelni. Cover-tesztről szerintem röviden ennyit. Ennek a másik változata az az uncover-teszt, amikor betakarom a szemet, mondjuk egy olyan 3-4 másodpercig takarásban hagyom, és utána elveszem előle a takarást. Na hát ez már ugye a fólia felderítésére alkalmas teszt, ebben már jobban otthon vagyunk. Ezeket a teszteket gyakorlatilag úgy tudjuk elvégezni, ezt a két tesztet, hogy a páciens meg se tudja különböztetni, hogy most melyik tesztet csináljuk. Sőt, attól függően, hogy mit figyelek meg, melyik szemet figyelem meg, attól függően gyakorlatilag kívülről a teszt akár kinézhet, úgyis, hogy ugyanúgy csináljuk, vagy ugyanazt csináljuk. Az alternáló power teszt, vagy felváltott takarásnak is hívják, ez azért előnyös, mert sokkal kisebb eltéréseket is észre tudunk venni vele, de nem alkalmas arra, hogy eldöntsük azt, hogy most strabizmusról vagy fóliáról van szó, úgyhogy van előnye is, van hátránya is ilyen szempontból. Fontos teszt, és még mindig nem a SRU-val végezhető kiegészítő teszteknél tartok, de a végére oda is érünk, amikor ez a két téma egybe fog folyni, az például a külső szemizmok normál működésének vizsgálata, ez a motilitás teszt, amikor fogok, megint ugye a kéz, láb mindig kéznél van, vagy a kéz mindig kéznél van, nézze az ujjamat, és különböző tekintési irányokba mozgatom, és nézem azt, hogy szépen tudja követni szemmel a páciens. Ez megint egy fontos teszt, mert hogyha ezeket a teszteket egy binokuláris vizsgálat előtt kihagyom, akkor lehet, hogy beállítok valamilyen korrekciót, de azt se tudtam, hogy mire. Ugye a strabizmusnak, meg a fóriának a megoldása az teljesen különbözik egymástól, tehát hogy ezt muszáj tisztázni, hogy miről van szó. És ha valaki nem vizsgálja a külső szemizmokat, akkor könnyen abban a hibába esett, hogy félreviszi, mert valamilyen nem szemizom egyensúly zavara van a páciensnek, hanem valami vagy beidegzési probléma, ami lehet állandó, vagy lehet az csak idéglenes is valamilyen környezeti tényezőnek a hatására, és ezeket sajnos fel kell fedezni, és fel kell deríteni akár még a környezeti tényezőt is. Nem feltétlen nekünk, ugye nekünk az a fő dolgunk, vagy a fő felelősségünk, hogy mi felismerjük, hogyha baj van, és mondjuk a páciensnek, hogy na, akkor most irány a szemészet. Van egy nagyon hasonló teszt, a motility teszthez, az pedig egy ilyen szubjektív
ezt a konszenzuális látótérvizsgálat. Ugye beszéltünk róla, hogy a látóteret is vizsgálnunk kell. Általában a szakmában az már elterjedt, hogy a térlátást vizsgáljuk, a látóteret meg nem. És bár ugyanabból azokból a betűkből áll össze ez a két dolog, teljesen más jelent. Látótérvizsgálatot el tudjuk végezni, úgyhogy letakartatjuk a pácienssel az egyik szemét, és akkor nézze az ujjunkat, és szóljon, ameddig látja. Tehát körülbelül, tudom én, elhelyezkedünk a pácienstől a 80 cm 1 méterre, középre berakjuk az ujjunkat, és gyakorlatilag a saját látóterünkkel hasonlítjuk össze a páciens látóterét, mert hogyha a páciens azt mondja, hogy ja, nem az ujjat kell követni, nagyon fontos különbség a motility teszthez képest. A páciens az előre rám néz egy szemmel, és amikor előre néz, akkor egy idő után nem látja az ujjam. Mondjuk nekem itt eltűnik az ujjam így, hogy előre nézek, és akkor nagyjából ennek kell meglenni a másik oldalon is látótérve. Ugye ezt minden irányba össze lehet hasonlítani a saját látóterünkkel. Hogyha jelentősen eltér, akkor megint csak érdemes további kivizsgálás kezdeményezni. Persze vannak olyan páciensek, akikről mondjuk tudjuk azt, hogy nagyfokú miópiája van, anamnézis során feldöntöttük róla, hogy koraszülött volt. Gyanítható, hogy a roknak valamilyen stádiumán átesett, ezáltal a látótere az lehet, hogy csökkent, és jelenleg nincs már semmilyen problémája, hanem ez a gyerekkori traumának köszönhetően alakult ki. Amikor a motility tesztet végezzük, akkor anélkül, hogy bármi erőfeszítést tennénk, más tesztet is végzünk egyébként. Például, ha közben kommunikálunk a pácienssel, akkor a konvergencia közelpontot, vagy az akkumulációs közelpontot is kis segédeszközök használatával meg tudjuk állapítani. És akkor van egy teszt, amiben majdnem biztos vagyok, hogy senki nem mondaná, amikor azt mondom, hogy mondjon egy nagyon egyszerű tesztet, amit minden páciensnél elvégez, egy mérés, és ez a pupillatávolságnak a mérése, vagy a félpupillatávolságnak a mérése. Ugye ezek is olyan tesztek, amik szükségesek ahhoz, hogy elkészüljön egy jó szemüveg. Ezt a vizsgálatot el kell végezni, de a vizsgálat szó mögött mindig valami bonyolultabb, eszközigényes dolgot értünk, de ez nem minden esetben van így. Sőt, általában a vizsgálatoknál nagyon hasonló tesztek vezethetnek eredményre. És akkor most jött el a pillanat, hogy visszatérjünk, ha nincs kérdés. A prezentációhoz, amit látok, nem tudom, hogy ha kinagyítottatok engem a képen, akkor most visszamehetünk a prezentációra. És mielőtt a prezentáción végigmennék, azelőtt meg szeretném mutatni a közeli látásvizsgáló tesztjét is a Vizufornak, ami így néz ki, mert hogy ezt múltkor itt megint csak nem voltam elég részletes, és bár eddig egy kritikát kaptam, hogy túl részletes, amit mondok, azért én azt szeretem, hogyha részletes, és akkor mindenki kiszűri magának azt, amire szüksége van belőle. Hát a közeli látásérettség vizsgálathoz van egy pálcánk, ami jelen esetben 40 cm-nél 1-2 cm-vel hosszabb, de a valóságban ezt 70 cm-es pálcával szállítjuk. Ezt a pálcát belehelyezzük a készülék elejébe, ez mágneses, tehát nem tudom, hogy lehetett-e látni, hogy igazából nem kell belenyúlni, jó szögben tartom, akkor beugrik magától, és erre a pálcára lehet fölhelyezni ezt a forgatható és dönthető kis tesztet, amit aztán le se kell róla venni. Hogyha a készülékkel szembe áll, a készülék tőlünk jobb oldalban, akkor centiméterben van beskálázva, hogy hát menjünk a túloldalára, akkor inchben van beskálázva, plusz dioptriában, tehát van rajta egy dioptria skála is. A teszt maga, remélem így most jó fele fordítottam, na beállítottam még egy
új pozíciót is erre az alkalomra. Tehát a teszt maga, hát nem tudom mennyire látszik rajta, vannak a betűk, nagyobb betűk, landolt, és egy sprint teszt. Másik felén, ugye ezek a alapvizsgálatokhoz kellő tesztek, a másik felén van egy fánchart, és a akkomodáció és frekvencia vizsgálatához szükséges tesztek vannak. Tehát ez úgy van kialakítva, hogyha tudom, hogy mit szeretnék vizsgálni, akkor azt a felét fordítom oda a páciens elé, és a páciens elé fordult részről készítettünk egy kis A4-es lapocskát, azért, mert ha ide kell hajolnom, hogy lássam, hogy mit lát a páciens, az nem annyira korrekt, sokkal korrektebb az, hogyha fogom, és fölragasztom a falra, vagy előveszem a fiókból, és akkor, amikor itt látom, hogy be vannak számozva a tesztek, itt most nem annyira látszik, itt van egy kis körbe egy szám, amikor látom ott, hogy hanyas szám van, akkor tudom, hogy mi van a tesztnek a másik felén. Ezen a rúdon a vizsgálati távolságot tudom állítani. Ez a vergencia meg az akkumuláció testeknél, illetve a közelpont teszteknél ez szükséges is mozgatni. Hát ezért ez mindig, hogyha a páciens 35 cm-es olvasó távolságra szeretném beállítani a szemüvegét, akkor itt meg is tudom vizsgálni 35 cm-es olvasó távolságra, és nem kell átszámolnom a vizsgálatkor kijövő értékeket. Ezt ha nem használjuk, szépen föl lehet hajtani. Én azt javaslom, hogy mivel ez egy papírkorong két papírlap között, ezért ez viszonylag rugalmas. Ez jó, mert nem törik el, de hogyha így hajtom föl, hogy ezt így hagyom vízszintesen, akkor ez egy idő után így le fog pókarni, és akkor már nem fog olyan könnyen forogni a házába. Tehát a lehajtást azt javaslom, hogy itt fogjuk meg, és akkor ezt függőlegesen tartva, közben a két csuklópont körül elfordulva föl lehet hajtani a készüléket, és így elfér, sőt, így még takarót is rá tudjuk adni, ami eddig mindig le volt véve, amikor láttátok, de van egy ilyen szép kis takarója. A forogter kifejezetten szereti a takaróját, mert a port azt viszont nem szereti, tehát ha használaton kívül van, akkor ezt mindig tessék rárakni és betakarni. Ez ugyanolyan fontos, mint mondjuk egy refraktométernél. Na, menjünk vissza a PowerPointhoz. A lényeg az, hogy milyen tesztek, hogy ugye beszéljünk arról, hogy milyen tesztek érhetők el, és itt látom már, hogy ezen a dián nem is fogunk túljutni, mert lassan lejár a délelőtt beszánt idő. De visszakanyarodtunk az első gondolathoz, ahonnan kezdeni szeretném volna a mai beszélgetésünket, hogy láthatóság, felismerhetőség, észlelhetőség, nem mindegy, hogy észlelhető valami, vagy felismerhető, illetve a különböző optotippeknek a felismerhetőség az különböző. A CEISZ az igen nagy figyelmet fordít arra, hogy a műszerei azok nem minél gyorsabban, hanem minél alaposabb hatástanulmányok után kerüljenek a piacra. Ugye alapvetően, hogyha veszünk egy notebookot, egy programozó szerintem fél óra alatt megír egy olyan programot, hogy azon a notebookon egy fehér háttér előtt betűket tudjunk váltani, különböző méretűeket, sőt, akár ezt bárki megcsinálhatja otthon egy PowerPoint alkalmazás segítségével, ebben még nem lenne semmi különös. Egy ifus táblánál nagyon fontos az, hogy a tesztek azok úgy jelenjenek meg, hogy a vizsgálat reprodukálható legyen, és lehetőleg függetlenül attól, hogy milyen típusú teszteket választok, ugyanarra az eredményre jussak a vízus érték tekintetében. A szabály továbbra is az, hogyha valakinek valamilyen, mondjuk egy szakvéleményt kell adni, akkor nem lehet válogatni,
kötelezően landolt gyűrűket kell használni, és kötelezően be kell állítani a fényerő korlátozást a készüléken a megengedett 300 panela per négyzetméterre, mert hogy ez az, ami elfogadott szabvány szerint. Tudom, hogy nagyon sok helyen, a legtöbb orvosi rendelőben közelében nincsenek ezeknek a feltételeknek, de a szabvány ezt írja elő. Viszont nekünk van még számos más tesztünk is ezeknek a vizsgálatára, vagy meghatározására, Jézusnak a meghatározására, illetve a látóerősség vizsgálatához, vagy refrakcióhoz, kinek hogy tetszik. És az én kedvenceim, már vannak első soron, bal felső sarokból, ha nézitek a prezentációt, a betűk. A betűknek az a tulajdonsága, hogy nem létezik mindenféle betű. Hát ez az egyik szempont, hogy ki kellett zárni azokat a betűket, aminek a felismerhetősége olyan nagy, hogy eltér a többitől. Tehát egy teszt sorozatban hasonló felismerhetőségű optotüpeknek kell szerepelni, ezért korlátozott a betűkészlet, és ezért van az, hogy amikor a páciens azt mondja mondjuk egy K betűre, hogy A, akkor azt szoktam neki mondani, hogy A, na az aztán egyáltalán nincs. Tehát nem, hogy a képernyőn, hanem az soha. A betűkről tudni kell, hogy ugye a különböző tanulmányoknak köszönhetően megállapították a felismerhetőségét a landolt gyűrűhöz képest. Tehát mindent a landolthoz viszonyítunk, a vizuszkén úgy van kialakítva, hogy mivel a landolt a gold standard, ezért minden optotüp készletnek a landolthoznak megfelelő értékeket kell adnia. Azért, hogy ezt elérjük, a betűk azok 5%-kal kisebbek, mint a landolt. Ebből következik, hogy a betűket azt könnyebben fel tudjuk ismerni, tehát kisebb szögperc alatt kell betűket vetíteni, ha megmérjük az optotüpek méretét konkurens digitális vízustáblán, és azok egyformák, betű számok a landolt a Snellen esetében, akkor biztosak lehetünk benne, hogyha ugyanazt a páciens különböző testsorozatokkal megvizsgáljuk, akár egymás után, akkor különböző látóélesség értékek fognak, különböző centrális látóélesség értékek fognak kijönni a végén. Ugyanilyen megfontolásból számok. Számokat azért nem szeretem annyira, mert hogy ugye innen is ki vannak zárva azok, amiknek a felismerhetősége túl nagy, de eleve a számoknak a karakter készlete az már csak közel a fele a betűkének, tehát hogy nincs annyi szám, mint betű. Ezért a számoknak a felismerhetősége a kutatások alapján egyébként teljesen más, mint a betűké. Meglepő módon 18%-kal ezek nagyobbak, mint a landolt. Hát a koltnak még kisebb a karakterkészlete. Gyakorlatilag itt a képernyőn láthatjuk az összes létező karaktert. Ezeket nagyon könnyű felismerni. A felismerhetősége az a mellette található felső sorban jobb szélén levő Snellen ekkel azonos, és ezért 15%-kal kisebbek, mint a landolt gyűrűk. Hát ezek a jelek 15%-kal kisebbek. Magyarul, hogyha valakinek meg kell határozni a látójelességét, és Snellen használok, és ugyanolyan szögperc alatt optotüpeket vetítek, akkor egy 15%-os feltérésem lehet, ami azért már egy szemmel látható, nem azt mondom, hogy egy halálos tévedésre ad okot, de ha már műszert veszünk, akkor vegyünk jó műszert, ezt tudom mondani, és akkor, hogyha vízus táblából van szó, akkor Celsius screen 100 vagy 500. Inkább az 500, egy kicsit drágább, viszont a polarizált diszociációs lehetőség az aranyat ér a szó átvétés közvetlen értelmében is, tehát sokkal több jó szemüveget fogunk tudni eladni, és hogyha az átlagárunkat tudjuk növelni, akkor kevesebb munkával több pénzt tudunk keresni. Tehát, hogy ha tőlem megkérdeznék, hogy aki nyit egy optikát, mi az az első készülék, amit meg kell vennie, akkor biztos azt fogom mondanám, hogy
akármennyi pénze van, egy Zeiss szolatesztet vegyen, és hogyha már most ott vagyunk, akkor vegye meg a legújabbat, mert hogy 20 év múlva úgyis úgyse ez lesz a legújabb, úgyhogy mindenképp a szubjektív látásvizsgálatnak ez az alappillére, hogy legyen egy jó vízus táblán. Tovább megyünk a teszteknél, majd látni fogjátok, hogy a vetítőkben levő tesztek sem adnak teljesen kielégítő, vagy teljesen legalkalmasabb megoldást arra, hogy tudjunk vizsgálni, és a vetítők alatt most azokra gondolok, amit vetítenek szó szerint. A landoltról nem nagyon kell beszélnünk, ez a standard. Félmérete a papírtáblára fölrajzolt, amit most nem látok, szisztém alapján épül föl, tehát 5 egység magas és 1 egység széles a rés. Ugye vízszintesen függőlegesen is a két látó irányába nyitottak a karikák, és a páciensnek azt kell felismernie, hogy hol nyitott a karika. Ezekre a tesztekre, ezekre így ámblok vonatkozik az, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha az 5-ből 4-et felismer, akkor az a vírus, bocsánat, meg vagyok fertőződve, vírus által, most mindenhol vírus a téma, tehát az a vírus természetesen megvan, de a teszteknek a leírásait, hogyha elolvassuk, akkor ha 5-ből 3-at felismer, akkor az a vízus érték már elfogadhatónak tekinthető. Viszont szimpatikus az az eljárás is, amikor valaki fölírja, följegyzi magának azt, amikor a látóélességet meghatározza, hogy mondjuk 5-ből 4, 5-ből 3, 5-ből 2, mert olyan is lehet. Hát 5-ből 1-et ne írjunk föl, mert az már a véletlen kategória, de mondjuk 5-ből 2-t ki tud találni, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy még valamilyen korrigálásra szükség lenne, vagy szférikusan, de inkább tórikusan, de már közel járunk a valósághoz. ETDRS. Az ETDRS-ről nagyon nem szeretnék beszélni. Ez ugye a retinopátia progressziójának a nyomonkövetésére kitalált ezt. Az az előnye, hogy ez a világon mindenhol egyforma, mindenhol ugyanezt alkalmazzák, és az itt mért centrális látóélesség romlással tudják prognosztizálni azt, hogy milyen mértékű a előrehaladása a retinopátiának. Erre a tesztre nekünk nincs szükségünk, de ahol a vizsgáló nem optometriai vizsgálónak, hanem orvosi rendelőnek van levizsgáztatva, ott akár egy orvos vizsgálhat retinopátiás páciens is, úgyhogy ezekre szükség lehet. Nem régóta érhető el a Patitix, ami egy 40 éve létező gyerekvizsgálati tesztsor. Ugye ez a holtnál, holthoz képest egy előrelépés. Hát nem kockáztatom meg azt, hogy ez a legelterjedtebb a világon, de magunk között mondhatnám ezt, és nagyon örülünk, hogy belekerült. Ugye ennek van nem csak vízszintes, hanem függőleges verziója is, tehát amit itt láttok teszteket, az nem csak ebben az állapotban érhető el, hanem a teszteket lehet konfigurálni is. Új teszt ezen a dián, a betűk asztigmia jelekkel című tesztünk, ez a bal alsó sarokban található. Itt látszik, hogy az asztigmia korrekciójánál használt körök nevű teszt megtalálható alul felül. Itt nem csak betűket látunk, hanem információnk van arról is, hogy az asztigmia korrekciójában hol tartunk. Leder-Spohl polarizált betűk, ez az alsó sorban a középső ábra. Ez azt jelenti, hogy bal szemmel a jobb oldalát, jobb szemmel a bal oldalát, tehát hogy azonos oldalat látunk szemmel, és a középső oszlopot, azt pedig mindkét szemmel látjuk. A Visuscreen 500-as és a Visuscreen, hát a 100-as az nem, a Visuscreen 500-as az igen, az ki van alakítva úgy, hogy binokulális
körülmények között is tudunk monokuliális korrekciót végezni. Ha igény van rá, akkor tessék beírni a cseten, mert akkor beszélek erről részletesebben is, ezt így magamtól nem gondoltam volna, hogy nagyon részletesen ki kell fejteni. Röviden az a lényege, hogy természetesebb körülmények között, tehát nem annyira steril körülmény között tudjuk a pácienst megvizsgálni, mint hogyha csak okrúderrel letakarjuk az egyik szemét, és simán monokulárisan vizsgáljuk. A jobb alsó teszthez érkeztünk, ez a diánkon az utolsó teszt. Hát, örömmel jelentem, hogy kínaiul, koreaiul elérhető tesztek vannak, vagy lehet, hogy japánul, mert mindhárom nyelvet nulla szinten értem, látom és beszélem, de ugye nem csak Európában adunk el készülékeket, hanem keleten is, és ott ez egy hiánypótló volt, mert aki mondjuk csak koreaiul tud, annak mutathatok ABC-t, nem nagyon fogja tudni, hogy mi az. Jó, végére értünk ennek a diának, és most látom, hogy nagyon hatékonyak voltunk, sikerült egy óra alatt egy diát megbeszélni, de remélem, hogy nem volt hiába a hosszas bevezető, és azt is remélem, hogy nem éreztétek úgy, hogy feleslegesen telt ez az idő. A délelőtti figyelmet szeretném megköszönni, és akkor délután a most képernyő látható asztigmia vizsgálatára szolgáló jelekkel folytatjuk, és aztán jönnek majd a binokuláris tesztek, a speciális tesztek, minden szépen végigmegyünk, megbeszéljük, hogy a tesztek hogy működnek, és a, hát most már biztos vagyok benne, hogy a kiegészítő teszteket azt jövő hét csütörtökön fogjuk tudni elkezdeni. Úgyhogy ha valaki rosszul érintett, elnézést kérek, de ez sajnos így alakult ma. Úgyhogy köszönöm szépen a délelőtti figyelmet, érezzétek jól magatokat, jó étvágyat az ebédhez, délután 2-kor találkozunk, és sziasztok!